Itt éppen a közeledő járművek sebességét mérik a rendőrök Nyírbátor egyik bevezető szakaszán. A kamerát egy erre a célra kialakított trafiboxban helyezték el, amelyből összesen 5-öt telepítettek a városban. Nyírbátor elhelyezkedése adja választ arra, hogy miért egyszerre 5 trafiboxot telepítettünk. A városon több főút halad keresztül, és a határ felől Románia irányából is az autópálya felé nagyon nagy a forgalom. Nem nagyon tudtunk volna különbséget tenni, hogy melyik utca igazából a problémás, ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy egyszerre mind az 5 bevezető út mellett megépíti ezt a trafibox készüléket, és majd a rendőrség szakmai bölcsességére bízza, hogy a készülékeket hogyan helyezi el, tehát a mérőberendezéseket éppen melyik út mellett melyik dobozban helyezik el, hogyan változtatják. Mi ebben a szakmai álláspont, ez már nem a mi feladatunk, és azt gondoltuk, hogy így tudjuk azt is jelezni a lakosság számára, és tudjuk azt is jelezni a környéken élők számára, hogy Nyírbátorban innentől kezdve a legegyszerűbb megoldás, ha mindenki betartja a sebességhatárokat. Az eszközök telepítésének összege meghaladta a 30 millió forintot, a fejlesztés azonban még nem ért véget teljesen. Nagyjából egy ilyen 30-40 millió forintba került, ugye itt minősített trafiboxokat kell megvásárolni, tehát itt a rendőrség által meghatározott feltételeknek kell megfelelni. Ugyanakkor olyan fejlesztéseket is megvalósítottunk, hogy nem egyszerűen letelepítettük ezeket a készülékeket, hanem megfelelő védelmet is szerettünk volna ezeknek a dobozoknak biztosítani. És hát még mindig lesz feladatunk, mert jelenleg akkumulátorokkal fognak működni a készülékek, az áram, a folyamatos áram betáplálása, kiépítése még folyamatban van. Ezért mondjuk azt, hogy nagyjából egy ilyen készüléknek a telepítése olyan 7 millió forint körül van. A trafiboxokat felváltva használják a rendőrök. A tapasztalat azonban az, hogy legtöbbször ez is elég visszatartó erő a gyorshajtók számára. Itt az eszközöket felváltva fogjuk belerakni, amikor kiszámíthatatlanságot veszük alapul, természetesen az állampolgárok ne tudják kiszámítani, hogy most van benne vagy nincs benne. Önmagában az, hogy van egy trafibox kirakva és látják, ha üres, ha nem, akkor is már ez egy visszatartó erő, úgy gondolom egy forgalomlassító jellege mindenképp megvan, ezáltal baleset megelőző jellege is természetesen, és ezt majd a kollégák mindig a megfelelő időben tudják változtatni, akár óránként, akár másfél-két óránként, ahogy nekik tetszik, úgymond ki kell tapasztalni azt, hogy mikor még időszakra frekventált adott útszakaszon, a Nyírbátorba telepített 5 trafiboxszal együtt most már összesen 8 ilyen eszköz található a vármegye területén. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a korábban Nyíregyházán, Leveleken és Újfehértón is kiépített trafiboxok hatására csökkent a gyorshajtók és a balesetek száma.